Naponta 500 000 utaznak az M3-as metrón. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ezen a vonalon annyi az utas egy nap, mint az ország összes vasúthálózatán összesen. A 44 évvel ezelőtt megépített határúti aluljáró átépítésével, korszerűsítésével és akadálymentesítésével az M3-as metró 2017-2023 közötti felújításának utolsó hiányzó láncszeme is a helyére került. 2022-ben biztosította a fővárosi önkormányzat az önerőt a teljes felújításhoz, így a BKK ekkor tudott leszerződni és hatályba léptetni kivitelezési szerződést, és ami egy nagyjából 2 éves kivitelezés volt, ami 1 hónapja már véget ért. Ekkor történik a műszaki átadás átvételi eljárás, ez egy hatósági eljárás, amikor kezelők, üzemeltetők átveszik a létesítményt, ez egy 30 napos folyamat, ez alatt még kisebb munkálatok folytak, de azóta már a mai napon érez véget, vagy tegnapi napon ért véget, és a mai napon akkor az utasforgalomnak is át tudjuk adni. A majd 1100 négyzetméter alapterületű határúti aluljáró felújítása időszerű és meglepetésekkel teli volt, mondta Horváth László, a Budapesti Közlekedési Központ beruházási igazgatója. A korszerűsítés és akadálymentesítés részeként liftek kerültek a felszín és az aluljáró szint között, taktilis útburkolati jelek kerültek a padlóra, illetve brélírásos szövegek a kijárati táblákra. 220 négyzetméter új betonfelület épült, amely igazodik a felújított metróállomás megjelenéséhez. Megszűnt az aluljáróban a korábbi sűrű pavilonos üzletbeépítés, helyette 2 nagyméretű üzlethelyiség és egy minden igényt kielégítő nyilvános WC, zuhanyozó és akadálymentes illemhely létesült. Új a közvilágítási és a gépészeti rendszer és az ivóvízellátás. 10 új tűzgátló ajtó került beszerelésre, és megújult a teljes térfigyelő kamera hálózati rendszer. De nem csak a föld alatti rész, hanem a felszín is megújult. Új növényzetet telepítettünk, illetve a liftek építésénél el tudtuk kerülni a fakivágást, 1 darab fának az átültetésére volt szükség, amely sikeres volt, és az utas tájékoztatás is teljesen új. Horváth László tájékoztatását követően Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is megköszönte a lakosság türelmét, hiszen a munkálatokat több tényező is lassította, így beázás, rongálás vagy éppen vita a bérlőkkel. Az egyik legnagyobb európai uniós finanszírozású projekt volt a 3-as metró felújítása, és az, hogy milyen kiválóan sikerült, az abból is látszik, hogy a magyar kormány ezzel pályázott Brüsszelben a legsikeresebb magyar projektet tekintették a 3-as metrónak. Ebből is látszik, hogy nem kell mindent elhinni abból, amit a propagandában olvasunk. De a lényeg, hogy ez a beruházás azért is nagyon szükséges volt, hogy megcsináljuk, mert ez veszélyeztette azt az európai uniós forrást, amit azt több mint 200 milliárdot, amit kapott Magyarország és Budapest erre a felújításra, hiszen az akadálymentesítés egy kötelező elvárás volt a bizottság részéről. A fővárosi beruházásnak köszönhetően ma már a felszínről is akadálymentesen lehet tovább közlekedni az alacsonypadlós autóbuszokkal és az egyre nagyobb számban jelenlevő alacsonypadlós villamosokkal, mondta a főpolgármester. Az akadálymentesítés az nem csak egyszerűen egy közlekedési kérdés számunkra. Nem csak egyszerűen arról szól, hogy megfelelünk bizonyos európai irányelveknek. Ez arról szól, hogy egy nagyon világos üzenetet fogalmazunk meg azzal kapcsolatosan, hogy ez a város mindenkié, azoké is, akiknek szükségük van ezekre az eszközökre. Babakocsitoló kismamáknak, vagy éppen a mozgáskorlátozottnak, mindenkinek. Budapest mindenkié, és ezzel a mostani átadott aluljáróval azt gondolom, hogy azt a szellemet erősítjük tovább, hogy Budapest mindannyiunk közös otthona. Közkívánatra munkák idejére az Üllői úton kialakított gyalogos átkelőhely megmarad, könnyítve a határúti buszvégállomás, a 42-es és az 52-es villamos végállomásának megközelítését.